Kedves nézőink, ezúttal is folytatódik a Csak ülök és kérdezek című sorozatom, amelyben ezúttal a világ másik szegletébe kapcsolunk. Itt van velünk képben és hangban Ausztráliából Csicsokszky Gábor. Szerbusz, jó reggelt, vagy mi van most ott délutánban? Szerbusz, itt már este felé van, 7 óra elmúlt egyébként, úgyhogy üdvözöllek, azt hiszem jó délután Magyarországon. Hát dél lesz mindjárt. Nehéz dolga van egyébként ilyenkor az embernek, mert megmondom őszintén, hogy ugye Amerikával is csinálok sokszor interjút, Európa több országával, ott mondjuk nincs nagy időeltolódás, de hát én is csak kapkodom néha a fejem, és már itt találtam ilyen alkalmazást, ami mutatja mindig a különböző országokban meg a helyi időket, hogy egy kicsit én is jobban tudjam rendszerezni itt a napomat, hogy kivel, mikor csinálok interjút, mert természetesen én a riportalany igazodok, hogy ők mikor érnek rá. Én itt ülök karanténban, de úgy tudom, hogy ti is, nem? Hát ez nagyjából így van. Itt is bevezették a karantént. Természetesen valamennyire lehet mozogni. Ausztráliában ugye van több állam, és mindenhol egy kicsit mások a szabályok. Én Brisbane-ben, Queensland államban ugye élünk, és itt az a szabály, hogy akkor lehet elvileg elhagyni a lakást, házat, hogyha ugye az ember dolgozni megy, vásárolni ételt, tehát nem nyilván mondjuk masszörszalomba nem lehet menni, de fontos dolgokat, tehát hogy étel, gyógyszer, kórházba, vagy hogyha iskolába kell menni, tehát hogy az meg van engedve itt, és nagyjából mindenhol Ausztráliában is. Annyi van, hogy most itt múlt héten elkezdődött az őszi szünet, hát hogy itt ősz van, nem tavasz, mint az északi félteken. Ez egy 2 hetes szünet most, és az iskolások, az én fiam is most itthon van 2 hétig. Aztán majd ez egy nagy kérdés, hogy mi lesz ezek után. A számokat nézve azért nem annyira ijesztőek az ausztrál számok, mint mondjuk az európaiak. Ez így van, és nem tudom, hogy problémát ezt most elmondom, de igen, valószínűleg most megismételném azt, hogy amit már te is tudsz, hogy a fertőzötteknek a száma most Ausztráliában eddig 5900 fő, és nagyjából 2000, kezdjük a pozitívval, 2400 embernek sikerült felépülnie ebből a betegségből, és körülbelül olyan 10% azoknak az aránya, akik kórházba kerültek emiatt, és hát sajnos az elhunytak száma az 48 eddig a időpontig. Az első haláleset emiatt március elején történt itt Ausztráliában, és hát azóta ugye 48 eset. Amit még kell tudni, hogy az ország ugye 25 millió lakosú, tehát Magyarország két és félszer akkora, tehát ezt nyilván még tegyük hozzá ezeket a tényezőket. Hát de tegyük hozzá azt a tényezőt is, hogy mondjuk a népsűrűség talán a világon itt a legkisebb, tehát talán 2 vagy 3 ember jut egy négyzetkilométerre, ugye hát a kontinensnyi országnak a nagy része azért sivatag alapvetően, és a lakott területek, tehát a városok azok ugye a part mentén találhatóak. Ez így van, és ez nyilván segít valamilyen szinten, de azért azt tudni kell, hogy a lakosságnak a kb. 80-85%-a 4-5 városban él Ausztráliában, tehát a világon az egyik legurbanizáltabb ország ilyen szempontból, tehát hiába egy óriási Európa méretű kontinensnyi ország, de a lakosságnak a 80-90%-a
ezekbe a városokba, azaz Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaide és Perth, tehát ezekbe a városokba koncentrálódik. Hogyan viselik egyébként az ausztrálok? Van félelemérzet, vagy pedig úgy érzik, hogy időben elkapták ezt a járványt? Már úgy elkapták, hogy megfékezni. Hát ez természetesen különböző érzelmeket váltott ki itt az emberekből. Nagyon most ebben a pillanatban megosztja a társadalmat szerintem. Egyrészt a társadalomnak, az embereknek azt gondolom, hogy igen, fél, és hát emiatt nyilván nagyon fontosnak tartja ezeket az intézkedéseket, amiket az ausztrál kormány bevezetett. Másrésztről van egy olyan réteg, akik nem annyira félnek. Itt főleg a fiatalabb réteg, fiatalabb korosztályról beszélek, akik ugye erre ez a vírus nem annyira veszélyes, és nem annyira veszélyeztetettek. Tehát ők voltak azok, akik egy-két héttel ezelőtt is még ugye bulizgattak a különböző tengerpartokon, ugye a Bondi Beach, a Bondi tengerpart, vagy itt, ami tőlünk nincs túl messze, a Gold Coast, az aranypart, ugye ott gyűltek össze nagy tömegben, és hát ezt ugye megtiltották. Most már gyakorlatilag két-három embernél nem lehet több ember együtt kint, és de igen, tehát ez a fiatal korosztály azt gondolom, hogy úgy érzi, hogy ők nem annyira érintettek emiatt, és jobban, szívesebben mennének ki. Látszik ott ennek valami gazdasági következménye már? Csaba, ez egy nagyon jó kérdés, és örülök, hogy megkérdezted, mert szerintem nyilván minden értelmes ember ezt felteszi, ezt a kérdést egy idő után. Igen, a válaszom röviden. Kicsit jobban kifejtve, a kormány, ugye, hogy bevezette ezeket az intézkedéseket pár héttel ezelőtt, ugye egyre jobban, graduálisan próbálták csökkenteni ezeket a, vagy erősíteni pontosabban ezeket a szabályokat. Emiatt ugye főleg a vendéglátóipar szenvedett legjobban, a légitársaságok, Qantas, Virgin Australia, tehát ők nagyon mesinlették ezeket az intézkedéseket. Na most utóbbi két hétben 100 000, kb. 100 000-en kerültek ilyen szempontból az utcára, idézelvetéve, illetve munkanélküli segélyre. Ezen a héten több nagy cég is bejelentette egyébként, és most komoly könyvelő, illetve professzionális cégekről beszélek, hogy 20%-kal csökkentik a fizetést, hétfőtől csütörtökig dolgoznak. Most már egyszerűen teljesen visszaveti ez a bezártság és ez a sok szabályozás a gazdaságot, és igen, egyre többen adnak hangot itt Ausztráliában is mindenféle szinten annak, hogy mit lehetne tenni, mikor lehetne már lazítani ezeken a szabályokon, mert ennek olyan gazdasági hatása lesz rövidesen, hogy nem biztos, hogy azt fogjuk elérni vele, amit szeretnénk. Tehát a gazdasági problémák akkor érződnek már Ausztráliában is. Egyébként is egy elszigetelt ország ilyen szempontból, nem? És nagyon kitett az exportnak, importnak. Igazából Ausztrália földrajzilag elszigetelt, de egyébként nagyon erősen függ nyilván a globalizált világgazdaságtól, és főleg itt mondjuk az ázsiai, délkelet-ázsiai
és főleg Kínára, a kínai piacra gondolok. Tehát ugye Ausztráliának a legfőbb export terméke az a vasérc, illetve az arany és különböző bányászati termékek. Tehát ebből nyilván most még nem álltak meg a bányák, és tud termelni, de hosszú távon feltételezve azt, hogy a kereslet az visszaesett, nyilván a bányaiparban is mindenki csak most nem tudja, hogy mi fog történni, és nagy a bizonytalanság. Hát ugye a kínai gazdaság az leállt, tehát ott most indulnak újra a folyamatok, tehát ilyen szempontból azért az Ausztráliának nem mindegy, hogy mikor indul újra Kína. Ez teljesen így van. És Ausztráliának a legnagyobb kereskedelmi partnere Kína, export-import tekintetben, mind a két tekintetben. Tehát Kínával, tehát az nagyon fontos, hogy Kínával mi történik. Ugye Ausztráliát, amikor volt azt tudni kell, hogy Ausztráliában az utóbbi 30 évben nem volt gazdasági visszaesés, illetve válság. Tehát még a világ országainak a nagy része, a fejlett országokat is beleértve, ugye megélték a 90-es évek elejé visszaesést, a globális recessziót 2009-ben. Addig Ausztrália ezeken gyakorlatilag végig szörfözte magát, és annak köszönhetően, hogy Kínából folyamatosan jött ez az állandó kereslet az ércek és a nyersanyagok iránt. Meg fog változni a világ szerinted? De erről sokakat kérdeztem már, mert azért itt Európában talán nagyobb a nyomás ilyen szempontból, mint amit most esetleg ti megéltek, úgyhogy ezért is érdekes a te válaszod erre, hogy látod, mennyire fog megváltozni a világ? Szerintem egyértelműen meg fog változni, ez számomra nem kérdés. Milyen irányba, azt nem tudom. Egy biztos, több emberrel is beszélgettem már, ismerősökkel, hogy ugye, hogy most rá vagyunk erre kényszerítve, hogy itthonról dolgozzunk sokan. Ez szerintem kicsit elő fogja segíteni mindenképpen azt, hogy például a cégek ezt később úgy tekintsenek erre a munka, erre a foglalkoztatottságra, vagy az, hogy így is lehet dolgozni, hogy ne csak negatívan, hanem az, hogy ez így amúgy egyébként működik, és ezt meg lehet csinálni. Tehát ez biztos, hát nem hogy... Nem jelenek nagy irodaházak, hanem akár office-ba is lehet embereket dolgoztatni. És... Én félre ne értsd, én nem azt mondom, hogy én speciál szeretek dolgozni, szeretek bevenni az irodába, szeretek emberekkel találkozni, beszélgetni. Valószínűleg ezt a feleségem is szereti, hogy nem vagyok itthon egy darabig, úgyhogy de igen, valószínűleg ennek lesz hatása a például erre, de nyilván sok más is hatása lesz. Tehát itt ugye sok ország, nem tudom, ugye milliárdnyi dollárokat ölt bele a különböző például a hadipar, stb. És közben kiderült, hogy itt nem is az ellenség, az nem is feltétlenül ugye egy másik ország lesz, hanem egy vírus, amire rájöttünk, hogy ugye hogy alig vagyunk felkészülve, nincs elég ágy. Ugye ez Ausztráliában probléma volt, hogy itt ugye elég erős a bevándorlás. Utóbbi 30-40 évben 150-200-300 ezer ember vándorol be évente, ami azt jelenti, hogy több mint az 1% a lakosságnak. Na most ez olyan szempontból jó volt, hogy általában ugye fiatal, munkaszerető, értelmes embereket hoztak be ide. A
probléma csak ott volt, hogy amíg ugye ez jó volt adózás szempontjából és gazdaság szempontjából az országnak, addig Ausztrália elfelejtette fejleszteni az infrastruktúráját, tehát utak, kórházak, kórházi ágyaknak a száma, stb. Tehát szerintem ez most, ez is sajnos egy kicsit kijött, hogy nem elég csak ugye az adót beszedni, de azt vissza is kell fordítani. Angliával milyen a viszonya egyébként Ausztráliának jelenleg, politikailag, gazdaságilag? Inkább formális, én azt mondanám. Most már nyilvánvalóan Anglia, ugye hát Anglia gyarmat volt egy darabig Ausztrália, tehát a formálisan most is tagja a nemzetközösségnek, és hát vannak nyilván fontos szálak, de én nem gondolnám, hogy tehát gazdasági szempontból semmiképpen sem gondolnám, hogy szignifikáns sem függ Angliától. Politikailag sem gondolom, hogy annyira erős a függése, inkább formális. De egyértelműen az emberek követik, a média, a sajtó követi, hogy ki mi történik Angliában, ugye a királyi családtól kezdve a miniszterelnöknek a megbetegedéséig, ugye a királynőnek a tegnapi beszédét ugye azt is mutatták, de összességében azt gondolom, hogy formális. A globalizáció az, ugye említetted te is itt a bevándorlókat, jelentős számban érkeztek Ausztráliába. Ez a rengeteg utazás, a globalizáció, mint olyan, ez vezethetett ide? És ez egy rossz út akkor az emberiség számára? Már mire gondolsz, hogy hova ide? Hát ahhoz, hogy ez a járvány ilyen világméretet tudott tölteni, tehát azért, ha megnézzük a korábbi koronavírus járványokat, azok mind lokálisak maradtak. Ez volt az, amelyik globálissá vált. Hát szerintem itt több, ennek több oka is van. Szerintem az egyik talán legnagyobb oka, amit szoktak mondani a szakértők, és én nem vagyok gazdasági szakértő, vagy egészségügyi szakértő, de amit én hallottam, hogy az eddigi ugye 10-15-20 évvel ezelőtti tapasztalt járványokkal ellentétben ez a járvány, a koronavírus sokkal gyorsabban terjed. Tehát még azokat könnyebb volt megfékezni, ezt nehezebb megfékezni. Tehát ez mindenképpen egy ok arra, hogy ugye miért tudott könnyebben terjedni. Ugye nagyon sok ember tud megfertőzni. Egy adott ember nagyon sok más ember tud megfertőzni, még a többi vírusnál, amik ilyen nagyon veszélyes, akár még veszélyesebbek is voltak, ott azért a vírus nem tudták átadni olyan könnyen. Tehát szerintem ez mindenképpen egy ok. A másik ami hát a globalizáció, igen, a globalizáció mindenképpen részese ennek, de én azt nem tudom, hogy ez negatív, vagy kontextusban nem mondanám, hogy ez szerintem a globalizáció az szerintem van, történik, szükséges. Én nem gondolnám, hogy annak emiatt most véget kéne vetni. De igen, valószínűleg 100-200 évvel ezelőtt sokkal nehezebben terjedt volna, hiszen nem lett volna olyan egyszerű egy szekérrel átjönni, vagy egy kis hajóval ide Ausztráliába, mint most egy felszálló repülővel, és 7-8 óra alatt itt van az ember Kínából. Igen, hát meglátjuk akkor. Jó egészséget, vigyázzatok magatokra. Jó? Köszönöm szépen. Még egyszer tudunk beszélgetni, mert én szeretnék újra hívni majd mindenkit. Okay. Mert, hogy pár hónap múlva. Minden jót, Gábor. Köszönöm szépen. Szia.